csak szoknak a könyveim. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban rövid könyvekről fogok beszélni. Ennek csináltam a párját, mondhatni. Volt egy ilyen top 5 leghosszabb könyv, amit olvastam című videó, nem olyan rég a csatornán, és akkor mondtam, hogy ha szeretnétek, akkor csinálok ahhoz hasonlókat, per annak a fordítottját, tehát, hogy nem hosszú, hanem rövid könyvekkel. Úgyhogy most megpróbáltam összeszedni a top 5 legrövidebb könyvet kb., amit olvastam. Szintén ugyanaz a nehézség volt, mint a hosszú könyveknél, hogy majon csak azokat tudom oldalszám szerint sorba rendezni, amik saját könyvként vannak bejelölve, és azoknál is szerintem nem azt az oldalszámot nézi, ami nekem megvan, úgyhogy nagyjából próbáltam kitalálni, hogy mi lehet az, ami könyv, nem ilyen kiegészítő kötet, mint itt nekem ezek a Percy Jacksonosok, és rövid. Úgyhogy nagyjából ez a sorrend nem tökéletes, de most ez lesz, és akkor ennél is ugyanazt fönntartom, hogyha tetszik nektek ez, és szeretnétek hasonló videókat, tehát hogy ilyen egyéb hosszú per egyéb rövid könyveket ajánlok, akkor azt írjátok meg kommentben. Na de akkor nézzük, mi a top 5 legrövidebb könyv, amit olvastam. Na hát ebben a felsorolásban most a leghosszabb az Rainbow Rowell-től az Almost Midnight. Ez a kis kötetecske, egyébként látszik, hogy írtó pici, vékonyka minden, 154 darab oldalt tartalmaz, és azt is elég kevés szövegeket tartalmaznak azok az oldalak, és ráadásul még illusztrációk is vannak benne, szóval tényleg nagyon rövidecske. Két rövid történetet tartalmaz, mondhatni két novellát ez a kis könyvecske. Az egyikben néhány év szilveszterét nézzük végig, amiben a két főszereplő rájön, hogy nem csak barátok. A másikban pedig az új Star Wars film előtt állnak napokig sorba, és ott a sorban állás során ismerkednek meg emberek. Tehát körülbelül ez a két sztori van benne. Rainbow Rowell-t a tavalyi évben nagyon megszerettem, és nagyon örültem, amikor ezt a kis picike kis könyvet megkaptam, és akkor ezt is el tudtam olvasni. Úgyhogy igen. Egyébként roppant bájos stílusa van az írónőnek, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Következő egy klasszikus, mégpedig mindig Lewis Carrollt akarok mondani, mert ugye az angolul a cím, hogy A Christmas Carol, szóval Charles Dickens-től a Karácsonyi ének. Ez sem egy túl hosszú kötet. Most az én kiadásom, pillanat, itt van benne egy kis extra, de azt nem számolom. 126 oldal, szintén ez is egyébként illusztrált, szóval ez sem egy túl hosszú kötet. Ugye ez egy klasszikus karácsonyi történet, Mr. Scrooge nem szereti a karácsonyt, és nagyon gonosz és kellemetlen személy, és a három karácsony szelleme, a múlt, jelen és jövő karácsony szelleme meglátogatja és megpróbálja megtéríteni. Egyébként ez egy rettenetesen ijesztő gyereksztori, nem úgy gyerekkönyv, de ijesztő, abszolút. Következő, 2018-ban olvastam talán a Spiderwick krónikákat, és a moly szerint ez a második rész a legrövidebb kötete, de igazából egyik része sem túl hosszú, úgyhogy hallgatok a Moira, és azt mondta, hogy ez, szóval a Moy azt írta, hogy ez volt az öt közül a legrövidebb rész, úgyhogy maga a sztori 108 oldalt számlál, és ennek kb. Ez az egy kérdés, úgyhogy nem hinném, hogy nagyon tévedett. Sztori szerint az a lényeg igazából, hogy igen, a Grace gyerekek és az anyjukkal együtt a Grace gyerekek beköltöznek a nagynéninek az elhagyatott, rájuk hagyott kúriájába, mindegy, elköltöznek egy ilyen erdő közepi kis kúriába, és itt rájönnek, hogy hát valami fura lények, meg mindenféle furcsa dolgok történnek, és élnek ott az erdőben, és igazából ezt fedezik föl, és közben rájönnek, hogy van egy gonosz lény is az erdőben, és azt is majd le kell győzni, mert hát az így őket támadja, és megpróbálja megszerezni azt a könyvet, amit az egyik rokonuk írt össze ezekről a lényekről, valami ilyesmi volt a sztoria. De egyébként körülbelül egy ilyen könyv maximum két óra sincs kiolvasni, úgyhogy nem túl nehéz. Negyedik, 107 oldallal, úgyhogy körülbelül a Spiderwick krónikákkal egy súlyban mozog, az Halldóra Thoroddsentől az ablak. Ez egy izlandi szerző könyve, és erről csináltam is egy barangolás Európában részt, úgyhogy ezt ide szépen belinkelem. Igazából egy öreg hölgy visszaemlékezéseit minden... Nem, egy öreg hölgy
négy őszét követjük végig, és ilyen visszaemlékezések a múltba, meg ilyen merengések, ez egyébként szép irodalmi kötet. De igen, ott van róla a Barangolás Európában részem. Ezt egyébként a Metropolis Media kiadótól kaptam. És a legrövidebb könyv a listában, moly.hu-n most néztem, elméletileg 64 oldal, mert amúgy ez a kiadásunk, ami van, nincs oldal számozva, ez pedig nem más, mint Doppergés. Dr. Zeus, sose tudtam kimondani szegénynek a nevét. Szóval tőle, igen, a Grinch, aki ellopta a karácsonyt. Klasszikus gyereksztori. Ez is, ugye látszik, hogy icipici könyvről beszélünk, tehát a karácsonyi ének volt a legnagyobb, és ehhez képest ekkora, mármint egy magasságra a legnagyobb, és hát nem sok szöveg van egy oldalon. Ugye ez ilyen kis verses történet arról, hogy van a Grinch, aki nem szereti a karácsonyt, és vannak a húk, akik meg szeretnének ünnepelni, és hangosak, és ellopja a karácsonyt. És ezt a könyvecskét minden egyes karácsonykor újraolvassuk itthon. Emmával. Úgy értem, Emmával újraolvassuk. Legalábbis ő eddig újraolvasta, és aztán én is rászoktam miatta, hogy újraolvassam. Egyébként ezek a kis rövid könyvek nagyon jók ahhoz, hogyha valaki úgy érzi, nem olvasott eleget könyvek számában egy évben, akkor ezekkel meg tudja kicsit tolni. Szóval igen, hogyha nincs kedve valakinek tényleg egy ilyen 700 oldalas regénybe belevágni, akkor egy ilyen is teljesen jó szórakozást tud nyújtani, és legalább gyorsan lehet velük végezni. Kommentben írjátok meg, hogyha tudjátok, hogy nektek melyik az a könyv, ami így a legrövidebb volt, és olvastátok, ez nagyon bonyolult mondatszerkezet lett, szóval írjátok meg, melyik volt a legrövidebb könyv, amit olvastátok. Olvastatok. Igen, és akkor tényleg, hogyha tetszenek ezek a videók, ez a rövid hosszú könyves, akkor csinálok még többet. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!